Az előadásomat egy állatmesével kezdtem, ami arra utalt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy talán stratégiában is érdemes gondolkodni, nem csak a napi betevő falat kérdésével foglalkozni, és ehhez hoztam a fogyasztók magatartásával kapcsolatosan néhány olyan jellemzőt, ami elgondolkodásra késztető, és talán a stratégiához is felhasználható. Fogyasztóról beszéltem, a ma fogyasztójáról, hogy melyek azok az elvárásai, melyek azok a jellemzői, amelyek mások, mint néhány évvel ezelőtt. Foglalkoztam a nem fogyasztással, ami szerintem egy új, komoly figyelmet igénylő magatartás. Ez azt jelenti, hogy egyre több embernek van valami koncepcionális elképzelése az életéről, azon belül a fogyasztásról, a vásárolandó termékekkel kapcsolatos elvárásairól. Lehet egészségtudatos, lehet vegán, lehet fenntarthatóságért döntéseket megváltoztató magatartása valakinek. És foglalkoztam nyilván a trendekkel is, vagyis hogy melyek azok az új jelenségek, amelyek befolyásolják az emberek döntéseit, illetve ezek hogyan nyilvánulnak meg akár a mindennapi magatartásban. Ezzel kapcsolatosan felhívtam a figyelmet arra, hogy ma a lassú az új gyors, tehát hogy érdemes a lassítás irányába, a stabilitást kereső fogyasztók irányába is nyitni.